Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Diplomáciai nagyüzem volt az elmúlt 10 napban, ezt indokolta a romló háborús helyzet Ukrajnában, élelmiszerválság, háborús gazdasági válság és energiaválság, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor kiemelte, Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, de ez nem jelenti azt, hogy rögtön tárgyalások is lesznek. Azok csak akkor lesznek, ha Ukrajna bizonyos dolgokat teljesít, így a magyarokra vonatkozó kéréseinket is. A kormányfő arról is beszélt, hogy az uniós országok nagy része hisz a szankciókban, és ezért inkább úszunk az árral. Viszont vannak pontok, ahol nem engedünk, ilyen az energia kérdése, tette hozzá. A háborús inflációnak csak a békével lehet véget vetni. A NATO csúcsról Orbán Viktor azt mondta, a csúcs nem nézett szembe a realitásokkal, mindenki az ukránok oldalánál, mert semmi nem ad magyarázatot a háborúra. Ha békét akarunk, akkor most kell megnövelni a katonai képességeinket, megfeszített munkára lesz szükség a következő napokban, mondta Orbán Viktor. Meg kell találnunk a módját annak, hogy egy emberfelettinek tűnő munkával, erőfeszítéssel a védelmi képességeinket azt radikálisan megnöveljük. A NATO is érzi, hogy baj van. Hoztunk döntést arról, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyán lévő országokat, mi ide tartozunk, tehát ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia. Itt komoly katonai erősítéseket kell végrehajtani a NATO-nak, mert ha baj van, akkor már hiába kapkodunk. A védelemre való fölkészülés az csak években mérhető, jó esetben fél években. Amikor a baj beütött, akkor már hiába akarunk kiképezni több katonát, hiába akarjuk korszerűsíteni a fegyverrendszereinket, hiába akarjuk a minőségét növelni, a védelmi minőségét és képességét a katonánknak. Ha előtte ezt nem tettük meg, azt néhány hét alatt, amikor már a baj közel van, nem lehet megtenni. Tehát ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeinket. Folytatottak a heves harcok Ukrajna keleti részén. Orosz közlések szerint Liszicsanszk térségében az orosz erők jelentős területet tudtak elfoglalni, köztük minden utat, amely a városba vezet. Ukrán források szerint az északi Szuminál, Harkivnál és délen Mikolájivnál is támad az orosz hadsereg. Az orosz erők ugyanakkor visszavonultak a Fekete-tenger északnyugati részén fekvő Kijú-szigetről. Az ukrán vezetés szerint ez az első lépés az odesszai kikötő megnyitása felé, ez kell ugyanis ahhoz, hogy újraindulhasson az ukrán gabona export. A magyarok 4/5 szerint Orbán Viktor a béke pártjánál, és ennél csak Ferenc pápáról gondolják ezt nagyobb arányban. Ez derült ki a Nézőpont Intézet közvéleménykutatásából. A felmérés rávilágít arra is, hogy a nyugati vezetőkről a magyarok kevesebb, mint fele gondolja ugyanezt. A kutatást készítő intézet szerint nem meglepő az eredmény, miután Európában a magyar kormányfő egyedüli országvezetőként nyíltan a békét szorgalmazza. Magyarországnak ebből a háborús konfliktusból ki kell maradnia, mert számunkra legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Február 24-én, az orosz-ukrán háború kitörésének napján mondta ezt Orbán Viktor. A kormányfő már a háború első napján leszögezte, hogy a kormány nem fog magyar katonákat küldeni Ukrajnába. Orbán Viktor azóta is kitart álláspontja mellett. Legutóbb a madridi NATO csúcson beszélt a béke fontosságáról. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béke beköszöntsön. A háborús inflációnak és a fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. Szorgalmaztuk ezért, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet. A magyar választók 4/5, vagyis csak nem 78%-a gondolja úgy, hogy Orbán Viktor a béke pártjánál. Ez derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből. A miniszterelnöknél csak Ferenc pápáról gondolják nagyobb arányban azt az emberek, hogy a háború befejezését támogatja. A felmérés szerint még két uniós vezetőről, Emmanuel Macronról és Olaf Scholzról gondolja azt a magyarok többsége, hogy inkább békepártiak. A magyar miniszterelnök hónapok óta a harcok mi hamarabbi befejezését szorgalmazza. Erről a kutatást végző Nézőpont Intézet elemzője beszélt az M1-en. Azt hangoztatta a miniszterelnök, és hangoztatja a mai napig is egyébként, hogy Magyarországnak, illetve a NATO-nak is ki kell maradnia ebből a konfliktusból, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik. És ezek nyilván hozzájárultak ahhoz, hogy egyetértés van Orbán Viktor békepártiságában. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja
Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Márki-Zay Pétert viszont sokkal inkább tartják háborúpártinak az emberek. Ez is kiderül a felmérésből. A kutatás szerint Márki-Zay Pétert 34%-ban tartják békepártinak, és 37%-ban háborúpártinak. A válaszadók többsége hasonlóan vélekedett Gyurcsány Ferencről is. A DK elnökét a megkérdezettek 37%-a látja inkább háborúpártinak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magyarok 32%-a gondolja inkább békepártinak, ugyanakkor másfélszer annyian gondolják, hogy inkább a fegyveres konfliktust támogatja. A válaszadók döntő többsége szerint Joe Biden is a háború támogatói közé tartozik. Az amerikai elnököt 2,5-szer többen tartják háború, mint békepártinak. A lista végén pedig Vlagyimir Putyin szerepel, az orosz elnök a Nézőpont felmérése szerint 69%-ban háborúpárti. Újabb meleg rekord dőlt meg. Berettyóújfaluban 39,6 Celsius fokot mértek. Jelenleg 4 megyében vörös figyelmeztetés van érvényben. Tovább fokozódik a kánikula. Hétfőig meghosszabbították az egész országra érvényes hőségriasztást. Ma éjfélig pedig a vörös kódot. Az Alföldön évtizedek óta nem látott asszály pusztít, és egyre több településen okoz gondot a vízhiány. Korlátozásokat rendeltek el a vízhiány miatt több Pest megyei településen. Solymáron sok családnál nem folyik víz a csapból, ezért több lajtos kocsit rendeltek a településre. Katasztrófa helyzetnek nevezik a vízhiányt, és arra kérik az embereket, hogy ne most locsoljanak, és ne most töltsék fel a medencéket vízzel. Lajtos kocsiról szerzik be a vizet Solymáron napok óta. A helyiek kedden jelezték, hogy nem folyik víz a csapból. Vannak olyan hírek, hogy ó, hát esténként egy kicsit folyik, semmikor nem folyik. Ez gyakorlatilag azóta nincs egy csepp víz semmibe, a mosogatóban ott állnak az edények, nem tudjuk mivel mosogatni. A szolgáltató szerdán 6 vízvételi pontot állított fel, amit azóta 10-re növeltek, és további 2 vízszállító autó is érkezik még. De még így is van olyan rész, ahol nincs víz. Solymáron körülbelül 3000 embert érint a vízhiány. Nem a vízhiány a probléma, tehát víz van, a rendszer kapacitása jelenti a problémát. Mencer Tamás államtitkár katasztrófa helyzetnek nevezte az esetet. Az államtitkár felszólította a szolgáltatót, hogy lássa el vízzel az embereket. A helyieket pedig arra kérte, csak a legszükségesebb esetekre használják a vizet. A nagy melegben a fogyasztás egyrészt megnő a meleg miatt, másrészt az öntözőrendszerek sokkal többször működnek a nap folyamán, harmadrészt, ahol van medence, ott medence feltöltése is zajlik. Pécelen vizet osztanak és korlátozásokat vezetnek be. A városvezetés felkészült az esetleges vízhiányra. Itt már tavaly is volt rá példa, hogy átmenetileg víz nélkül maradt a település. Este 10 órától reggel 6-ig lehet csak locsolni. Most július 1-től életbe lép a 0-24 órában nem lehet locsolni, mert a víztározók ennyire lefogytak. Ez már Nagytarcsa, ahol a Petőfi lakótelepen jelentkezett a vízhiány. Ezért ott is korlátozásokat rendeltek el. A Dunamenti Regionális Vízmű 10 Pest megyei településen kérte arra az embereket, hogy csökkentsék a vízfogyasztást. Térképen tüntettük fel azokat a településeket, ahol a társaság szerint nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható. Arra kérik a lakókat, hogy ezeken a településeken, ahogy fogalmaznak, törekedjenek az ivóvíz észszerű felhasználására. Vagyis ne most töltsék fel vízzel a medencéiket, ne most mossanak autót, és ha lehet, ne most locsoljanak. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Zárva vannak a rendelők és a patikák, a háziorvosoknál, fogorvosoknál, gyógyszertárakban ügyeleti rend van érvényben. Az év minden napján 24 órában működő egészségügyi toxikológiai szolgálat munkaszüneti napon is hívható, ha mérgezés gyanúja merül fel. Szintén bármikor lehet hívni az egészségvonalat a 1812-es számon. A kormányablakok viszont ma is a rendes pénteki nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket, közölte a miniszterelnökség, miután több médium is tévesen állította, hogy a kormányablakok és az ügyfélszolgálatok zárva lesznek. Ezzel szemben a hivatalok zavartalanul működnek, nyitvatartási idejükről a kormányablak.hu és a kormányhivatal.hu oldalon lehet tájékozódni, áll a közleményben. Nagyszabású ünnepséget szervezett a pekingi vezetés Hongkongban a városállam Kínához való visszacsatolásának 25. évfordulóján.
A szigetekre látogatott Xi Jinping kínai államfő és beiktatta Hongkong új kormányzóját, a város korábbi rendőrfőnökét. Az egykori brit koronagyarmat 1997. július 1-én került kínai kézre. Akkor Peking megígérte Londonnak, hogy a szigetország 50 évig autonómiát élvez, és nem szabnak gátat a demokratikus intézmények fejlődésének. Július 1-ét azóta minden évben tüntetések kövezték, egészen 2020-ig, amikor a helyi hatóságok kínai nyomásra új biztonsági törvényt fogadtak el, és a kritikus hangok elcsendesültek.